üdvözlök mindenkit a mai konferencián. Én Mátó Péter vagyok, és azért ezt az előadást készítettem a mai alkalomra, mert úgy látom, hogy jó néhány fiatalabb kollega az rászorul egy kis iránymutatásra azzal kapcsolatban, hogy merre érdemes tovább menni, mit érdemes megtanulni. Annak idején nagyjából úgy 99 környékén készítettem egy kis összefoglalót, aminek az volt a címe, hogy hogyan legyen Linux guru. Ez egyébként jó ideig a weboldalamról is elérhető volt. Ebben lényegében összeírtam azt, hogy hogyan lehet valaki egy megfelelő, elegendően nagy tudású Linuxos rendszergazda. Na most ennek elég szűk körben, de jó sikere volt. Van néhány ember, aki a mai napig kollégám, és ebből tanulta meg azt, hogy mit érdemes megnézni. Azt gondolom, hogy a 2015, illetve ugye a 21. század az egy kicsit megváltoztatta a szakmánkat, és ennek kapcsán érdemes egy kicsit átgondolni azt, hogy merre tovább, mit érdemes megnéznünk, milyen irányba érdemes tovább mennünk. Először egy nagyon rövid bemutatkozás. Mivel foglalkoztam eddig, hogy lássátok, hogy miért is beszélek én erről a témáról? Hát az a helyzet, hogy az elmúlt nagyjából 20 évben különböző intenzitással, hol fejlesztő voltam, hol rendszeradminisztrátor, hol pedig egyébként tanítottam. Ezek a dolgok, ezek tulajdonképpen mindig megvoltak egymás mellett, csak nem volt egyforma erővel. Volt, amikor inkább fejlesztő voltam, egyébként jelenleg is inkább fejlesztő vagyok, volt, amikor inkább rendszergazda voltam, de nyilván nem tudtam levetkőzni ezeket a reflexeket. Amikor rendszergazdaként dolgoztam, akkor is, ha szükség volt rá, akkor készítettem olyan kis szoftvereket, amik segítették a munkámat. Az a helyzet, hogy a klasszikus sysadmin ismeretek, amelyeket általában elvárnak egy egyszerű, ilyen kis-közép cég rendszergazdájaként, azok már önmagukban is eléggé sokrétűek. Most ide nagyjából felvázoltam, hogy körülbelül mi is az, ami ebbe beleértendő. Ezzel kapcsolatban egyébként nagyon sok információt lehet találni. Kb. Az elmúlt 30 évben nagyjából azt várták a rendszergazdától, hogy képes legyen egy szoftverrendszert, egy szervert rendesen feltelepíteni, annak megfelelő diszkarendszert készíteni, a hálózatot jól beállítani hozzá, és a különböző rajta lévő szolgáltatásokat megfelelően beállítani, és elvárták tőle azt is, hogy képes legyen egy cégnek egy komplexebb, összetettebb rendszerét elkészíteni, különböző szerverszolgáltatásokkal, különböző különálló szerverekkel. Ezek utána később kiegészültek olyan fajta ismeretekkel, amit szintén elvárnak ma a rendszergazdától, hogy ha már létezik olyan, hogy virtualizáció, most már idestova 10 éve nagyjából elég jó szinten használható a virtualizációs technológia, egyre nagyobb szerepe van annak, hogy az elegendően erős PC-kre tegyünk inkább több virtuális gépet, és ezekre tegyünk szolgáltatásokat. Tehát ebbe az irányba is el kellett menni a rendszergazdáknak. És aztán van egy csomó olyan dolog, amit még elvárnak azért, hogy az üzembiztos rendszeradminisztráció az megvalósuljon. Kell a rendszergazdának tudnia telepíteni és üzemeltetni monitoring rendszert, aztán ilyen telemetria rendszert, ami méri a rendszerek jellemzőit. Szükség van olyan rendszerre, ami biztonsági szolgáltatásokat nyújt, tűzfalak, PKI és így tovább, és ezek még csak a rendszergazdai funkciók. A klasszikus adminnak a munkakörnyezete az úgy nézett ki, hogy elvárták tőle, hogy legyen egy betonstabil működő infrastruktúra. Ez a betonstabilitás, ez nagyon sok mindenben praktikus, egyébként a mai napig. Bizonyos fajta cégeknél ez tökéletesen helytálló a mai napig, de vannak olyan kihívások, amik ebben az évtizedben már nem biztos, hogy megfelelőek. Az a helyzet, hogy itt az ITIL ezen a szlájdon úgy jelenik meg, mintha egy kicsit szitokszónak érezném én ezt, az a helyzet, hogy ez nem igaz. Úgy gondolom, hogy az ITIL, mint egy üzemeltetési módszertan, az egy kiváló eszköz arra, hogy egy betonstabil, jól működő szoftver, infrastruktúra, szerver, keretrendszert üzemeltessünk vele, de azok a fogalmak, amikkel ő operál, azok az iránymutatások, amiket ő használ, azok bizonyos esetekben nem működnek. El fogom majd mondani, hogy ebben az évtizedben miért érdemes egy kicsit másfelé tekintenünk.
Az a helyzet, hogy az ITIL az alapvetően egy ultrakonzervatív hozzáállású módszertan, ő olyan best practice-ek alapján épül, amelyek évtizedekkel ezelőtt alakultak ki. Az volt az elvárás, hogy feltelepítünk egy szervert, és aztán azután 20 évig működjön úgy, ahogy van. És nem ismerjük újraindítani, ott ilyen tervezett leállások vannak. Az alapvető szoftverfejlesztési modell, ami ehhez kapcsolható, az az, hogy vízesés modell, nagyon hosszasan tervezünk, utána jó alaposan lefejlesztjük, nagyon-nagyon alaposan leteszteljük, és utána release plan, meg deployment plan, meg az egész olyan lassú, hogy ha csinálnak egy egyszerű kis egysoros patchet, ami mondjuk egy apró hibát javít ki, simán lehet, hogy mire a felhasználó elé tudják tenni, addigra eltelnek hetek. A másik fontos dolog, ami ott fent látszik, hogy az a helyzet, hogy ez a betonstabil környezet, ez másfajta problémákat is okozhat. Ez a fajta betonstabil környezet, ez azt fogja okozni, hogy bent ragadnak olyan szoftverek, olyan háttérlibek, olyan kernel, amelyek adott esetben nem hónapokkal, hanem évekkel ezelőtti funkciókat tartalmaznak. Azok a friss dolgok, amiket a fejlesztők ma szeretnének használni, azok egyszerűen a produktív rendszereken nem tudnak megjelenni. Most egy kicsit beszéljünk a rendszergazdák evolúciójáról. Hát az első, az inkább csak egy ilyen vicces, milyennek gondoljuk a béna rendszergazdát. Bénán öltözik, ugye 20 évvel ezelőttről ez maradt meg bennünk, ez nem annyira fontos. Az érdekesebb az, hogy a béna rendszergazda az csak halványan ismeri a rendszerét. A dokumentációnak csak az első pár oldalát olvassa el. Leginkább arra képes, hogyha hiba van, ha valaki jelzi neki, hogy hiba van, akkor nagy nehezen talán felveszi a kapcsolatot a supporttal, és hogyha azok megoldják a problémát helyette, akkor örül, de tipikusan azt lehet mondani, hogy a problémák egy rossz rendszergazda mellett simán évekig meg tudnak maradni, illetve újra és újra vissza fognak jönni. Egyébként a szoftverfejlesztésben van egy kifejezés, ami szerintem egy rendkívül fontos kifejezés, és jó lenne minden rendszergazdának is megtanulni. Ez a kifejezés az, hogy regresszió. A regresszió az nagyjából azt jelenti, hogy ha a szoftver valaha tudott jól működő funkciókat, de az bizonyos fejlesztések, javítások vagy új funkciók kapcsán működésképtelenné vált, akkor beszélünk regresszióról, visszalépésről. Ez a fajta probléma, ez ugyanúgy sajátja az informatikai rendszereknek is, az infrastruktúra rendszereknek. Már korábban megoldottunk egy hibát, de utána újra elromlik valami miatt, és ez a valami miatt, ez nagyon sokszor nehézkes, és elmondom majd, hogy szerintem hogyan kellene hozzáállnunk, hogy ezek a problémák nem merüljenek újra föl. A következő kezdő rendszergazda, elképesztően sok szlájdom van, úgyhogy ezt nagyjából csak át fogom lépni. Szerintem egy jó kezdő rendszergazda az képes arra, hogy tanuljon, alapvetően a megfelelően jó iránymutatások alapján ő képes problémákat elhárítani saját maga, és ez az irányvonal, ez nyilván abba az irányba mutat, hogy végül egy rendes rendszergazda lesz belőle. Ez a rendes rendszergazda, ez az, akiről korábban beszéltem, hogy képes egy rendszert feltelepíteni, hogy képes egy hálózati rendszert átlátni, annak bizonyos komponenseit megtervezni, telepíteni, és így tovább. Ez a rendszergazda, ez már jól ismeri a saját rendszereit, és nézzük meg, hogy miket emeltem ki. Azt mondja, hogy rutinból elhárítja a problémákat, villámgyorsan képes elvégezni rendszeresen előforduló teendőket. Ezeknek különös jelentősége lesz a későbbiekben. Azt gondoljuk, hogy ez a rendszergazda, ez a jó rendszergazda. Én azt mondom, hogy ez nem annyira jó rendszergazda. Miért? Az a helyzet, hogy ilyenfajta rendszergazdából, akik a rendszeresen előforduló, ismétlődő tevékenységeket már villámgyorsan meg tudják csinálni, ebből túl sokat kell tartani a cégnek, mert ezek az emberek, ezek megcsinálják újra és újra azokat a tevékenységeket. A cégeknek, különösen ebben a modern korban, olyan rendszergazdákra van szükségük, akik nem csinálják meg újra és újra a tevékenységeket, hanem megpróbálják elkerülni ezt. Az az igazság, hogy amiről beszélek, ez az egész DevOps témakör, ez tulajdonképpen létezett már 20 évvel ezelőtt is, csak ezt a nevet, ezt körülbelül 2009-ben találták ki neki. Tehát a lényeg az, hogy úgy tűnik, mintha ez egy új dolog lenne, de valójában nem az. Feltételezem, hogy sokan hallottátok azt a kifejezést, hogy a jó rendszergazda lusta.
Az a helyzet, hogy a jó rendszergazda az nem szeret újra és újra megcsinálni dolgokat, a jó rendszergazda inkább skripteket ír erre. Ez tulajdonképpen az a mentalitás, ami a DevOps, tehát amiről a DevOps szól. Meg fogjátok látni, hogy a DevOps az nem technológia tulajdonképpen, hanem inkább egyfajta hozzáállás, amire rá fog minket kényszeríteni a világ. Erről majd beszélek. A sysadmin megfelel, hogyha nincsen fejlesztés a cégnél, akkor igazából azok a fajta kihívások, amik a DevOps-szal előjönnek, azok nincsenek a cégnél, vagy kevésbé vannak. Egyébként jelzem, hogy később majd rá fogok mutatni, hogy minden cégnél nagyon jól használható a DevOps hozzáállás. A következő dolog, ezek már egy kicsit ilyen érdekesek, de higgyétek el, hogy ez gyakorlatban így van, hogy azoknál a cégeknél jó a rendszergazda, akik nem veszik figyelembe azt, hogy milyen költségek lesznek a jövőben, mondjuk egy lassú fejlesztés miatt, mondjuk egy lassú rendszerüzemeltetés miatt, egy hatékonytalan rendszerüzemeltetés miatt. A fejlesztő-admin együttműködés általában rendkívül nehézkes. Az a helyzet, hogy azoknál a cégeknél, ahol van saját belső fejlesztő csapat, ott a fejlesztők és az adminisztrátorok azok általában különválnak, és mondjuk nagyszerűen tudnak paintballozni, olyankor jól megpróbálják egymás szemét kilőni paintball golyókkal, de igazából együtt dolgozni rendesen nem nagyon tudnak. Az a meglátásom, hogy tipikus hozzáállás a fejlesztő részéről, hogy hát nálam működik, aztán utána a fejlesztő, vagyis az adminisztrátor oldja meg, ahogy akarja. Ez nem jó hozzáállás. Nyilván mindenki látja, hogy a cég, akiből élünk, az úgy fog profitábilis lenni, és úgy tud megfelelően gyorsan működni és hatékonyan, hogyha mi együtt tudunk működni a fejlesztők, a rendszergazdákkal és fordítva, és ezek az együttműködések, ezek egyre szorosabbra kell, hogy fonódjanak. Az a helyzet, hogy amiről most beszélek, a DevOps az alapvetően egy fejlesztői tevékenységet segítő rendszergazdai metodika, hozzáállás, de később rá fogok mutatni, hogy ez minden egyes cégnél nagyon-nagyon jó, és meg fogjátok látni, hogy egy igazán jó cég, az meg fogja hálálni ezt a fajta hozzáállást, akkor is, ha nincs fejlesztő. Miért? Hát az a helyzet, hogy nagyon fontos, hogy a következőkben elgondolkodjunk egy kicsit a jelenen meg a jövőn. Nem tudom, hogy ki az, aki alaposan átgondolta az elmúlt időszakban, hogy ahogy egyre népszerűbbek lesznek a software as a service, illetve a infrastructure as a service fogalmak és ennek a megvalósításai, úgy lesz a klasszikus rendszergazdai teendő egyre kevésbé fontos. Az a helyzet, hogy ma már megteheti azt egy kis közép cég, hogy előfizet olyan software as a service szolgáltatásokra, amik mondjuk a cégen belüli belső kommunikációt megcsinálják, úgyhogy semmiféle rendszergazdára nincsen helyben szükség. Vásárolhat olyan laptopokat, amelyek olyan minimalista rendszerrel vannak ellátva, hogy lényegében nem kell hozzá rendszergazda. És a rendszergazda, a régi fajta értelemben vett rendszergazdának semmi más dolga nincs, mint megnézni, hogy a nyomtatóban a toner nem fogyott-e ki. Ezt mindenki látja, hogy ez nem a minőségi munka, amit szeretnénk végezni. Úgyhogy kénytelenek leszünk egy kicsit másképp hozzáállni a dolgainkhoz. Egy pici magyarázat, software as a service, biztos vagyok benne, hogy mindenki használt már ilyet, talán nem biztos, hogy tudjátok, hogy mit jelent a szó. A cégeknek az volt a régi gazdasági modellje, nagyon sok esetben, hogy szoftvert fejlesztettek, és utána eladták a licenszeket a felhasználóknak, ebből a pénzösszegből, ebből tudták támogatni a továbbfejlesztéseket, a következő verzió fejlesztését, meg az egyéb járulékos költségeket. Manapság a cégek szeretnének stabilabb, biztosabb bevételt, és ezért aztán elkezdtek abba az irányba menni, még a klasszikus, ilyen licenszárulós szoftvercégek is, hogy a szoftvereiket azokat nem eladják, hogy te azt bármeddig használhasd, hanem azt mondják, hogy bérbeadják neked. Ilyen bérbeadott szoftver klasszikusan mondjuk egy ilyen interneten is elérhető, központilag használható levelező szerver, aztán csoportmunkatámogató szoftverek, dokumentációkezelő szoftverek. Itt van például a nagyon népszerű Prezi,
és még hosszan sorolhatnánk, ezek az eszközök, ezek arról szólnak, hogy neked nem kell feltelepíteni semmit, mi majd odaadjuk neked a szoftvert, neked csak egy havi, viszonylag kicsi bérleti díjat kell fizetni. A vezetőség miért választaná azt, hogy drágán több rendszergazdát fenntart, amikor azt is lehet, hogy egyszerűen bérbe veszi ezeket a szolgáltatásokat? Magyarországon azért vagyunk kellemetlen helyzetben, mert ezek a szolgáltatások általában nem itt vannak, nagyon kevés kivételtől eltekintve, hanem inkább az Egyesült Államokban vannak ezek a cégek, és azoknak is főleg Indiában vannak kihelyezve a üzemeltető rendszerei. Úgyhogy ha Magyarországon szeretnénk maradni, akkor kénytelenek leszünk egy kicsit továbbfejlődni, ezt a klasszikus, egyszerű rendszergazdai hozzáállást túllépni. A fejlesztő cégek, azok, ahogy azt korábban is mondtam, folyamatosan küzdenek azzal a problémával, hogy a fejlesztők azok hagyományosan nem szokták elég jól ismerni a futtatókörnyezetet. Nagyon könnyen előfordul, hogy a fejlesztőnek van mondjuk egy 7 magos processzora 64 giga RAM-mal, és ő úgy gondolja, hogy ez a szoftver ez frankó működik. De hogyha megnézzük a felhasználó, a tipikus felhasználó gépén, ott nincsen 7 magos processzor, hanem csak 1 magos, és a tipikus felhasználónak csak 2 giga van a gépében, és mondjuk a tipikus felhasználónak kisebb a képernyője, meg rosszabb a kontrasztja, és végül kiderül, hogy a fejlesztő olyan szoftvert fejlesztett, ami a saját gépén remekül működik, de a felhasználók nem tudják használni. És most egy ilyen alkalmazásról beszéltem, egy szerver alkalmazásnál elképzelhető, hogy túl nagy a teljesítmény igénye, egyszerűen nem tudunk alátenni annyi vasat, amennyire szükség lenne. Egy régi szép példával illusztrálom, IVIV. Emlékeztek még rá? Bizonyára emlékeztek rá, hogy hosszú éveken keresztül az IVIV az világvezető volt, és mégsem tudott igazi, kitörő végeredményt elérni, mint például a Facebook, mert béna volt a szoftver, nem tudták skálázni, egyszerűen nem tudtak alátenni elég vasat. Amire átalakították, hogy megfelelően működjön, elég vasat lehessen alátenni, addigra elszaladt már a ló, és a Facebook megette az egészet. Hát ez a fajta hozzáállás nem jó, a fejlesztőknek meg kell ismerniük a rendszert, tudniuk kell, hogy mit lehet elvárni tőle. Ugyanakkor a rendszergazdáktól is elvárható az, hogy a fejlesztők részéről, tehát a fejlesztőktől több információhoz jussanak hozzá, és jobban értsenek magához a szoftverhez, képesek legyenek megérteni azt, hogyha egy rendszer mondjuk egy telepítés során bizonyos elvárásokat támaszt, akkor azt ők meg tudják csinálni hozzá. Az a lényeg, hogy ez a DevOps, ez tulajdonképpen arról szól, hogy valahogy próbáljanak megközeledni a fejlesztők és az adminisztrátorok. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy kinek mennyire tűnt ez föl, de a fejlesztés az gyökeresen megváltozott. Az elmúlt évtizedben, amikor én iskolába jártam, akkor még az volt a mondás, hogy vízesés modell, tervezzünk úgy szoftvereket, hogy először hónapokig, vagy adott esetben akár évekig nagyon-nagyon alaposan megtervezzük, minden apró szögre kiterjedően, és utána ezt a nagyon-nagyon alaposan megtervezett több száz oldal dokumentációs építményt, ezt szépen a fejlesztők bitre pontosan lefejlesztik. Ezután jön majd a hosszadalmas tesztelés, aztán kijavítjuk a hibákat, és végül adott esetben évekkel később elkészül a szoftver. Hát az a helyzet, hogy a 21. században ez nem használható módszer. Az a helyzet, hogy a szoftver as a service, az nagyon sok esetben egy ilyen nagyon pörgős, gyorsan működő startup, általában webes alkalmazások, amiknek a használata az minden nap szükséges, és a funkcióknak azonnal meg kell jelenni, nem érünk rá hónapokat, éveket várni rá. Úgyhogy igazából ez a fajta modell, ami a klasszikus szoftvertervezési modell, ez manapság már nem túlzottan divatos. Nagyon ritka eset, hogy ezt használják. Sokkal gyakoribb az, hogy agilis fejlesztési modellt használnak. Az agilis fejlesztési modell az tulajdonképpen egy ilyen nagyon gyors evolúciója a szoftvernek, ahol megpróbálnak nagyon jól használható felhasználói funkciókat nagyon gyorsan implementálni. Az az alapvető cél, hogy sok kicsi lépésben mindig használhatóból használhatóba vigyék át a szoftvert. Magyarul nem fél évente, egy évente van egy használható verzió, hanem sokkal sűrűbben. Adott esetben két hetente, vagy még gyakrabban. A Lean az egy érdekes kifejezés, ez mostanában lett ilyen népszerű, az elmúlt években tulajdonképpen. Ez egy gyártástechnológiából jött ilyen fogalom, és ez a gyártástechnológia felől érkező
ilyen irányvonal. Ez arról szól, hogy alapvetően a Toyotában kezdték el használni, az volt a cél, hogy minél kisebb legyen a raktárkészlet, minél kevesebbet mozgassák az alkatrészeket, az összes felesleges dolgot szedjék ki a gyártási folyamatból, hogy a lehető legkevesebb időt töltsön a vas bent a gyárban, hanem a beérkezéstől kezdve a lehető leggyorsabban jöjjön ki egy felhasználó által használható jó autó. Akkor a cég a lehető legnagyobb hasznot tudja realizálni. Ezek az összes felesleges gyártási folyamatok, meg tárolás, meg ilyesmi, az egy csomó felesleges pluszköltség. Ugyanezek a szoftvernél is megtalálhatók. Szoftverfejlesztésnél meg lehet feleltetni ezeket a gyártási folyamatokat egy-egy szoftverfejlesztési lépésnek. Az a helyzet, hogy a szoftverfejlesztés az nagyon sok esetben olyan funkciókat fejleszt, amelyeket igazából a felhasználók nem használnak. Olvastam egy tanulmányt, azt írták, döbbenetes volt, hogy a szoftvereknek a funkciói körülbelül 40%-át sohasem használja senki, és további 25%-ot meg nagyon ritkán használnak. Ez ugye azt jelenti, hogy lényegében a fejlesztők az idejük 65%-át totál felesleges hülyeséggel töltik el. Ők azt gondolják, hogy erre a funkcióra a felhasználónak szüksége lesz, de valójában a felhasználók ezeket a funkciókat nem akarják. A Lean modell, a Lean optimalizáció az arról szól, hogy a lehető leggyorsabban kapjunk visszajelzést a felhasználóktól, és nézzük meg, hogy mi az, amit tényleg szeretnek. Ami felesleges funkció, azt ne tegyük bele. Biztos mindenki ismer egy csomó szoftvert, aminek el lehet veszni a menüjében, mert több ezer különböző menüpontja van, de azt a 8-10-et, amit én tényleg használni akarok, azt nem tudták kitenni oda előre, hanem így el kell menni valahová, az ördög tudja milyen mélyre. Ennek két folyamánya van. Az egyik az, mostanában az is divatos, hogy az UX, tehát a User Experience tervezők, azok csinálják meg úgy a felületet, hogy kényelmes legyen használni, de a Lean fejlesztési optimalizáció azt mondja, hogy ne is tegyük bele, amit nem akarnak a userek használni, mi a frásznak költsük erre a pénzt. Ezzel a hozzáállással fejlesztenek a fejlesztők. Nyilván a rendszergazdáknak egészen másfajta elvárásoknak kell megfelelni. Az a helyzet, hogy manapság nem elfogadható az a hozzáállás, ami az ITIL szerint még teljesen jó volt, hogy majd itt megtervezzük a leállást, és akkor utána időablak, és akkor majd utána change request, meg mit tudom én, ilyen deploy tervezés, meg ilyesmi, ez nem működik. Az a helyzet, hogy egy ilyen modellben, ahol agilisan fejlesztenek, és azt is optimalizálják, ott az a elvárás, hogy a fejlesztő megcsinálja a funkciót, azt a felhasználó elé kell tenni minimum, vagy maximum napokon belül, de inkább órákon belül. Ez az elvárás, ennek kell tudnunk megfelelni. Másik fontos dolog, hogy a fejlesztőknek, hogyha valamilyen hiba történik, akkor azonnal visszajelzést kell kapniuk, meg kell tudniuk, hogy valamit elrontottak, nem szabad annak megtörténnie, hogy hetekkel, hónapokkal később derül ki, hogy egy hiba belekerült a rendszerbe. Úgy kell megépíteni az egész fejlesztői segédkeretrendszert, ez egy ilyen nagyon komplex rendszer, majd meglátjuk, hogy mikből áll, hogy abban a pillanatban, amikor a fejlesztő betolja a saját változtatásait a központi rendszerben, most nevezzük így, akkor ideális esetben a fejlesztők azok teszteket fognak készíteni minden egyes funkcióra, azokat a teszteket le kell futtatni, meg kell nézni, hogy mindegyik helyesen térte vissza, ha nem, akkor a fejlesztőknek jelezni kell, hogy valami hiba van. Ezzel például a regressziót nagyon jól el lehet kerülni, egy már valaha működő funkciónak a tesztje azonnal ki fogja dobni, hogyha egy javítás elrontott egy korábbi funkciót. A következő, ahhoz, hogy ezt az egészet gyorsan lehessen csinálni, meg kell csinálnunk azt, hogy olyan build rendszereink legyenek, olyan continuous integration rendszereink legyenek, erről majd később beszélek, és olyan deployment rendszereink legyenek, amik nagyon gyorsan tudnak működni. A lehető leggyorsabban a rendszernek a produktív környezetnek megfelelő helyre kell tennie a működő szoftvert, és ott kell kipróbálni, hogy ez helyesen működik-e. A következő, ez ugyanaz alapja, de ide a végére írtam, nagyon fontos, hogy automatizálni kell mindent, amennyire csak lehetséges, és a virtualizációnak a lehető legnagyobb mértékben ki kell használni a lehetőségeit. A DevOps, ez egyébként egy ilyen furcsa kifejezés, magyar nyelvben nagyon nehéz behelyezni egy szövegkörnyezetbe. Ez tulajdonképpen egy ilyen
fejlesztői, vagyis egy fejlesztői, meg egy rendszergazdai hozzáállás inkább, nem pedig egy eszközkészlet. Az a helyzet, hogy a DevOps az valójában egy minőségi munkát elfogadó, minél gyorsabban végrehajtó valaki, akinek a munkája az gyorsan, megfelelő minőségben és minimális emberi erőforrás befektetéssel használható. Oké, nézzük csak. Tehát a DevOps az tulajdonképpen nem az, hogy megtanulunk még egy csomó eszközt használni. Nem csak az. Az a helyzet, hogy a DevOps az igazából egy hozzáállás. Hogyha valaki ezzel akar foglalkozni, akkor meg kell barátkozni azzal a gondolattal, hogy neki valószínűleg programoznia kell majd valamilyen nyelven, hiszen ezzel tudja majd automatizálni a munkákat. Tulajdonképpen a DevOps az egy ilyen igény arra, hogy ne csináljunk meg semmit többször, és egy hiba ne jöjjön elő többször. Most a rendszergazdához térünk vissza. Amit először mondtam, az a helyzet, hogy akkor más dolgokat emeltem ki, mint most. Most megpróbáltam egy kicsit más szemszögből kiemelni. Nézzétek meg, azt mondja, hogy a rendszergazda rutinból elhárítja a problémákat, de miért vannak egyáltalán problémák? Tehát nem lenne szabad rutinból előjönni újabb problémáknak. Napok alatt képes felépíteni egy komplex rendszert, a napok alatt az ma már sajnos nem elég jó. Ettől gyorsabb kell. A következő, rendszeresen előforduló teendőket villámgyorsan képes elvégezni, nagyszerű, de minek jönnek elő rendszeres teendők? Az újfajta hozzáállás az azt kívánja, hogy ezeket hagyjuk el, és készítsünk egy olyan rendszert, amelyben nem jönnek elő újra a problémák, amelyben a rendszeres taszkokat, azokat automatizmusok fogják elvégezni, nem kell nekünk újra és újra megcsinálni kézzel. Tehát a rendszergazda az még megtanulta a technológiáit, és ezt nagyon gyorsan, nagyon ügyesen használta. A DevOps az viszont megold egy problémát, ugyanúgy, mint a fejlesztők, létrehoz erre egy tesztet, például egy Nagios Checker plugint, és úgy adja meg a problémát, hogy az megnyugtató, hosszú távú megoldást ad az adott problémára, és innentől kezdve nagyon valószínű, hogy ez a probléma nem fog többet felmerülni. Hogyha valamit rendszeresen meg kell csinálni, akkor a DevOps hozzáállású ember az időzített, vagy valamilyen eseményre elinduló szkripteket fog készíteni, amelyek segítségével ezek a taszkok automatikusan megtörténnek maguktól. Tehát az igazán értékes ember a jövőben az olyan, aki nem hagyja, hogy újra és újra előjöjjenek ezek a kérdések. És egy nagyon fontos dolog, hogy ma már a komplex rendszereket nem elég napok alatt megcsinálni. Hogyha meghal egy rendszerünk, akkor nem megfelelő hozzáállás az, hogy előveszem a telepítő CD-t, feltelepítem és újra bekonfigurálom, vagy mentésből visszaállok, ami adott esetben órákig vagy napokig tart, és elképzelhető, hogy a cégnek több milliós vagy több milliárdos kárt okoz. Ez a fajta hozzáállás ma már nem elfogadható. Olyan megoldásokra van szükségem, ahol akár percek alatt fel tudok építeni újra egy komplex rendszert. Ennek valószínűleg komoly feltételei vannak, ezeket a dolgokat meg kell tanulnotok majd, és utána, ha már megtanultátok, nem olyan sokkal bonyolultabb egyébként, mint amit most csináltok, annyi, hogy a rendszeren elvégzünk egy konfigurációt, azt nem a rendszeren lévő ETC file rendszeren tároljuk, hanem mondjuk egy központi verziókezelő rendszerben, erről majd később beszélek. Milyen feladatai vannak egy ilyen embernek? Hát ő tulajdonképpen elsősorban arról szól ez az egész metodika, hogy a fejlesztőket segíti, hogy minél gyorsabban tudjanak funkciókat fejleszteni, hibákat kijavítani, azokat megnyugtatóan letesztelni, utána ebből egy működő alkalmazást készíteni, magyarul lebildelni, és utána ezt a lebildelt alkalmazást ezt deployolni, ami azt jelenti, hogy tehát azokra a rendszerekre, ahol használni akarják őket, oda letolni. Az, hogy ezt meg lehessen csinálni, ahhoz egy ilyen DevOps csapatnak lehetővé kell tenni azt, hogy a felhasználók, bocsánat, ez esetben a fejlesztők, azok a lehető legproduktív rendszer közelébb környezetben tudjanak fejleszteni. Fel kell építenünk egy olyan keretrendszert, amely lehetővé teszi, hogy a fejlesztők pont ugyanolyan rendszerben működjenek, mint amilyen a végleges rendszer lesz.
Nem fog előfordulni még egyszer az, amit a kislányos vicces képen láttatok, hogy azt mondja a fejlesztő, hogy hát nálam működik, aztán a te problémád, hogy nálad miért nem. Mondjuk például a Vagrant segítségével villámgyorsan elő lehet állítani olyan környezetet, ami tökéletesen ugyanaz egy virtuális gépben, tökéletesen ugyanaz a fejlesztőnek akár a laptopján, mint egy éles környezetben, és így ugyanazok között, a körülmények között, ugyanolyan libekkel, ugyanolyan szoftver háttérrel fogja kipróbálni a saját dolgait. A következő Continuous Integration segít a hibák azonnali felfedezésében, illetve a regressziók elkerülésében. Hát a Continuous Integration az egy nagyon fontos fogalma egyébként ennek a témakörnek. Arról szól, hogy a fejlesztők folyamatosan egy központi verziókezelő rendszerbe tolják be a változtatásaikat, arra mindig ügyelve, hogy ne törjék el a buildet, az azt jelenti, hogy mindig csak jól működő, értelmes, leforduló verziók kerüljenek be a verziókezelőbe, és ezek a verziók, ezek folyamatosan, naponta többször lebildelődnek, és ezeken a buildeken utána lefutnak a fejlesztők által, illetve a tesztelők által készített tesztek. Abban az esetben, hogyha valamilyen regresszió van, tehát egy korábban már működő elromlik, akkor azt azonnal észreveszik, és azonnal lehet javítani. A következő gyors deployment, emlékeztek rá, hogy annak idején még meséltem arról, hogy a vízesés modellben, meg ugye általában az ITIL-es régi klasszikus üzemeltetési elképzelés mentén, ott az volt, hogy egy-egy funkció, hogyha bekerült a rendszerbe, vagy mondjuk ki lett javítva egy hiba, akkor nagyon könnyen elképzelhető, hogy az hetekig, hónapokig várt arra, hogy a felhasználónál landoljon. Tehát egy javítás simán lehet, hogy fél év múlva került a felhasználó elé. A gyors deployment, ami alapvető elvárás a DevOps-szal szemben, az azt jelenti, hogy az, hogy a fejlesztő valamit kijavít, egy funkciót kifejleszt, az a lehető leggyorsabban a felhasználó előtt futó alkalmazássá változzon. Ennek kapcsán nagyon sokféle lépést kell végrehajtani, de az egész alapvető elvárás az, hogyha én, mint fejlesztő, betolok egy kódot a forráskódkezelő rendszerünkbe, akkor ott azonnal tesztek fussanak le, ha azok jól lefutottak, akkor készüljön belőle egy csomag, ha a csomag megfelelően meg tudott épülni, akkor utána az legyen provisioning, annak megint csak nem tudok igazán értelmes magyar szót. Tehát így legyen a produktív szervereken, vagy a produktív desktopokon feltelepítve az az adott verzió, ez a bizonyos deployment, tehát hogy elérjen a felhasználóhoz ez a bizonyos javítás. Ez, amit korábban a fejlesztőket rettenetes módon demoralizálta, hogy akár hónapokig eltartott egy ilyen funkció átvitele a felhasználóig, ma már a Software as a Service korában adott esetben néhány órában mérhető. Könnyen elképzelhető, hogy egy kis javítást olyan gyorsan tudnak terjeszteni, hogy azonnal letolják a produktív szerverekre. És mivel a felhasználó gépére már nincsen telepítve szoftver, hiszen a webböngészőn keresztül használják a rendszert, az azonnal legfeljebb egy újratöltésre van szükség, és azonnal életbe lép a rendszer a felhasználó gépén. Ez így most a kivetítőn elég kevéssé látszik, majd amikor letöltitek a slideshow-t, akkor majd meg lehet nézni nagy felbontásban. Egy cég összeszedett egy csomó nagyon jól használható és népszerű ilyen DevOps eszközt. Az a helyzet, hogy különböző témakörökre ma már nagyon jól kialakult eszközök vannak. Én valójában olyan 2-3 éve ébredtem rá, hogy én már vagy 15 éve DevOps vagyok, csak eddig nem tudtam, mert eddig nem nevezték így. Az a helyzet, hogy én korábban azt gondoltam, hogy én egy jó rendszergazda vagyok, aki skripteket meg programokat ír, hogyha valamit újra és újra meg kell csinálni, hogyha egy fejlesztésnek kellett egy automatikus build rendszer, akkor azt megcsináltuk, hogyha tesztelőeszközre volt szükség, ami mondjuk 8 különböző Linux disztribúción, meg BSD-n, meg Solarison lefordította az adott szoftvert, akkor megcsináltuk. Tehát igazából ezek a funkciók, ezek korábban is megvoltak. Miért érdemes ezeket az eszközöket használni? Ezek mondjuk kb. A fele szabad szoftver, tehát minden további nélkül mindenki által használható. Miért érdemes ezeket használni? Azért, mert akkor csereszabatosak lesznek a szakemberek. Az a helyzet, hogy mindig van egy csomó nagyon jó képességű ember, aki meg tudja csinálni saját maga Pythonban, vagy shell scriptekben a build rendszert, a deploymentet,
a teszteket, az integrációs teszteket és mindent, csak utána szerezzünk még egy embert, aki átlátja azt a kavalkádot. Ez nem triviális. Ezért aztán a nagyvállalati hozzáállás az, hogy minden egyes célra próbáljunk meg kiválasztani egy megfelelő rendszert, és az a megfelelő rendszer az el fogja végezni az ő saját feladatát. Lehet, hogy lesznek korlátai, lehet, hogy nem olyan, mint hogyha mi fejlesztettük volna, de megvan az az előnye, hogy ha szükségem van egy másik emberre, akkor szépen az utcáról fel tudok venni egy embert, aki ugyanehhez a rendszerhez ért. Hát felsoroltam néhány népszerűbbet, meg ilyen old school-abbat is. Az a helyzet, hogy ebben most nem szeretnék belemenni, mert nagyon közel van az előadás vége. Még a legvégén néhány praktikus javaslatot szeretnék tenni. Aki még nem ásta bele magát ebbe a témába, az mivel foglalkozzon? Egy pár mondat erről. Az a helyzet, hogy szerintem nem az a jó megoldás, hogy valakit elárasztunk információval. Nem hiszem, hogy az jó megoldás lenne, hogyha én most tartanék egy 300 órás előadást erről a témáról. Attól nektek nem lenne mély tudásotok. Az a benyomásom, hogy informatikában az a jó hozzáállás, hogy megmutatjuk az embernek, hogy milyen utat érdemes bejárni, és utána ő szépen menjen végig azon az úton, és próbálja meg azokat a feladatokat majd saját maga végrehajtani, és hiszem, hogy ha valaki például a most javasolt feladatokat megcsinálja, akkor egy-két hónapon belül olyan szaktudásra tesz szert, amivel szintet tud lépni, akár a saját cégén belül, akár egy másik cégnél újabb kihívásokat találhat. Oké, tehát felírtam ide néhány dolgot. Az a helyzet, hogy engem most, mivel a saját konkrét jelenlegi feladatom az egy központi menedzsment rendszer, egy provisioning és egyéb kiegészítő funkciókkal rendelkező rendszer, ezért engem ez a rész elsősorban érdekel. Tehát ezeket jó alaposan megvizsgáltam, de az az igazság, hogy ez egy külön előadás lenne, most igazából csak egy ilyen általános áttekintőt akartam mutatni. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy mindenki megértse, hogy ebben az évtizedben már az az elvárás, hogy nem csak egyszerűen megpiszkálgatom az ETC-ben az Apache konfigot, hanem az a konfiguráció menedzsment rendszerbe kerüljön be ez a változtatás, és adott esetben, hogyha azt a szervert újra kell telepítenem, akkor arra automatizált megoldásaim legyenek. Erre nagyon sokféle megoldást találunk itt. Például mondjuk egy nagyon egyszerű, főleg fejlesztésre kitalált eszköz a Vagrant, de fel lehet lelni egy csomó hasonlót. Automatikusan létre lehet hozni ilyen... Vannak ilyen infrastructure as a service rendszerek, ugye például az Amazon AWS, akkor a Microsoftnak az Azure Cloudja, akkor mostanában egyre jobban használható és egyre népszerűbb az OpenStack, amivel saját cloud rendszert tudunk felépíteni. Ezeknek a rendszereknek lehetősége az, hogy egy API-n keresztül tudunk gépeket létrehozni, utána azon a telepítést automatizáltan el tudjuk végezni, a szükséges csomagokat például Puppet-tel, Shape-fel, Ansible-lel, vagy Salt-tal, vagy még sorolhatnám hosszasan, fel lehet telepíteni, a megfelelő konfigurációt rá lehet tolni, és innentől kezdve egy produktív rendszer létrehozása az tényleg percekig fog tartani, csak ezeket az eszközöket alaposan meg kell ismerni. Oké, két utolsó szlájdom, hogy mit érdemes szerintem megcsinálni. Az a helyzet, hogy ha én most elkezdeném onnan, ahol 20 éve voltam, akkor az a helyzet, hogy amellett, hogy megtanulnám azt, hogy kell egy Linux rendszert feltelepíteni, mi az a RAID, meg mi az a PKI, és ilyen alap dolgok, amellett elkezdenék olyan fajta dolgokkal foglalkozni, amelyek ebben a modern korban sokkal jobban megállnak, és sokkal hasznosabbak. Az a helyzet, hogy annak idején nekünk nem volt ilyen sok lehetőségünk. Én még úgy kezdtem a életem első munkahelyén, fel kellett telepíteném egy AIX szervert, életem első AIX szerverét. Hát, hogyha a főnököm látja ezt a videót, az akkori főnököm, akkor valószínűleg sírva fakad. Sose telepítettem annak előtte AIX-et, és nem volt semmi lehetőségem rá, hogy ezt kipróbáljam, úgyhogy kimentem, és szépen elkezdtem telepíteni. És egy csomó olyan problémába ütköztem, amit nem tudtam triviálisan megoldani. Végül is sikerült megfelelő módon is és egy jól működő rendszert készíteni, de egyáltalán nem volt egyszerű. Manapság szerencsére megvan az a lehetőségetek, hogy virtualizáció segítségével nagyon könnyen lehet kísérletezni, és ezt nagyon-nagyon javaslom mindenkinek, hogy használja ki. Készítsetek otthon
egy vagy két számítógépből egy komolyabb rendszert, és ezt a komolyabb rendszert ezt fel lehet használni arra, hogy mindenféle nagy rendszeren futó szolgáltatást és kiegészítő eszközt ki lehet próbálni. És egyébként nem mellesleg a fejlesztői tesztelésre is tökéletesen használható, úgyhogy nagyon-nagyon praktikus jól megismerni. Legalább a szabad szoftver megoldásokat, szerintem a KVM-et meg az LXC-t azt mindenképpen ismerje meg mindenki. A többit, illetve Dockert, azt most már megint csak szuper népszerű, de most már az van, hogy így egy-két évente jönnek ezek az újabb technológiák, úgyhogy nagyon kevés időnk van megtanulni őket. A következő, azt javaslom mindenkinek, hogy ismerje meg a saját disztribúciójának a telepítő készletét. Általában szokott lenni automatikus telepítési metódus, meg kell néznünk, hogy hogyan kell azt használni. Jó, hogyha az ember mielőtt elkezd használni automatizált provisioning, vagy automatizált continuous integration rendszert, előtte csinál egyet kézzel, shellscriptekből, Pythonból, meg ilyesmiből összeheggeszti, hogy lássa, hogy hogy is megy ez. Az a saját tapasztalatom, hogy ezzel írdatlan sokat lehet tanulni. És lehetséges még az is, hogy olyan eszközöket tudtok létrehozni, amik jobbak, mint a ma elérhető ilyen szabad szoftver, vagy nem csak szabad szoftver megoldások. A következő, hát ezek igazából olyan lépések, amiket én javaslok otthon elolvasni, és utána megvalósítani, hogyha lehet. A következő lépés, ez az, amiről korábban már beszéltem, hogy örülök neki, hogy most elmondhatom egy kicsit több embernek. Nagyon jó lenne, hogyha a rendszergazdák végre tanulnának egy kicsit a fejlesztőktől. Az a helyzet, hogy a fejlesztőknél van egy nagyon fontos alapelv, hogy a regressziók elkerülésére, hogyha valamilyen hibát javítanak, akkor azt az issue tracking rendszerben jelzik, hogy ez a bizonyos hiba, ez azért volt, mert ez volt a hiba, és ez a commit javította ki. Ha később előjön ugyanaz a fajta hiba, akkor meg lehet nézni, hogy az a commit az mit csinált, és hogy most elrontottunk-e valamit, vagy nem. Értitek a párhuzamot? Tehát amikor azt mondtam, hogy a jó rendszergazda az újra és újra el tudja hárítani ugyanazt a hibát, akkor azt mondtam, hogy nem ez a jó megoldás, hanem ne jöjjön elő újra ez a hiba, de rengetegszer tapasztaltam, különösen nagy cégeknél, hogyha volt valamilyen hiba, infrastruktúrális hiba, nem lehet elérni a levelező szervert. Issue válasz, javítottam. Köszi. És akkor legközelebb előjön, 3 hónap múlva nem lehet elérni a levelező szervert, javítottam. Tehát így igazából, ha a kollégák cserélődnek esetleg a háttérben, soha senki nem fogja tudni, hogy valójában mi volt a hiba, és nem fog a fejére koppantani a főnök, hogy még egyszer újra előjött. Ez a hozzáállás, hogy a konfiguráció módosítására, illetve a konfiguráció módosítások tárolására Git-et használunk, vagy valamilyen verzióközelő rendszert, és hogyha valamilyen hiba van, akkor az issue-hoz, ami a bug tracking rendszerben van, leírjuk a valódi megoldásnak az okát, illetve a megoldásnak az útját, ezzel lényegében később az ilyenfajta hibák felmerülését lehet elkerülni. Tehát nagyon jó lenne, hogyha mindenki megértené, hogy rendszergazdaként is egy kicsit fel kell vennünk bizonyos fejlesztői attitűdöket, és úgy kell hozzáállnunk a rendszerhez, hogy az később nagyon könnyen visszaállítható legyen ugyanabba az állapotba. Ezért aztán javaslom mindenkinek, hogy az összes olyan fájlt, amiből összeáll egy rendszer, az a csomaglista, a konfigurációs fájlok, amiket megpiszkáltunk, és az adatok, azok legyenek megfelelő módon, lehetőleg verziózva elmentve, és akkor a későbbiekben, hogyha vissza kell állni, akkor egy viszonylag egyszerű, rövid lépésben megoldható ez. És itt van még egy-két dolog, amit érdemesnek tartottam megcsinálni. Az az igazság, hogy még persze lehetne hosszan sorolni, miket érdemes kipróbálni. Ezeket megcsináljátok magatoktól, Python, SSH, Rsync, TAR, vagy Estar, vagy shellscriptek, vagy ilyesmivel, és utána elkezdtek ismerkedni ezekkel. Minden egyes témakörben praktikus 2-3 eszközt megnézni, mik a különbségek köztük. Akkor, amikor már csináltatok magatok mondjuk egy deployment rendszert, akkor utána már meg tudjátok nézni, hogy ehhez képest a nagy általánosan használt deployment rendszer az mennyivel tud többet, vagy mivel tud kevesebbet, és innentől kezdve már lesz összehasonlítási alapotok. És nem mellesleg közben jól megtanultatok programozni.
Úgyhogy nagyjából ezt az utat javaslom mindenkinek, és ezzel az előadásomnak most vége van. Köszönöm szépen a figyelmet!